Sose gondoltam volna, hogy ezt hozza 2020. A természet újjáéled, az emberek pedig bezárkóznak az otthonaikba. Félünk kimenni, félünk egymás közelségétől. Nem foghatunk kezet, és nem ölelhetjük meg azokat, akiket szeretünk. Az otthonunk lett a menedékünk, a munkahelyünk, és egyúttal a börtönünk is. És jön a rettegés. Mi lesz, ha elkapom én is ezt a vírust? Mi lesz, ha elveszítem a szeretteimet? Mi lesz, ha elveszítem a munkámat? A bizonytalanság és a pánik átírta az egész életünket. Az enyémet, a tiédet, a párokét, a családokét, a szomszédokét, városokét, országokét és az egész világét. De ha mindenki életét kifordította ez a járvány, miért nem vesszük észre, hogy figyelmeztetést kaptunk? Felhívást kaptunk, hogy itt és most vesznie kell. Nem az embernek, nem az emberiségnek, hanem az emberi önzésnek. És mi lép a helyébe? A valódi közösségek, az egymásnak adás öröme és a közösségeket összetartó szeretet. Ezért a felismerésért kellett most sokaknak az életükkel is fizetniük. Ahogy eddig éltünk, rohanás, menekülés önmagunk elől is. Fogyasztás, utazás, azonnali örömök. És sosem álltunk meg, mert féltünk önmagunkkal maradni. Ez volt az önző világ győzelme és az emberarcú világunk kudarca. Ebbe a világba kapaszkodtunk, ezt istenítettük, és erről hittük azt, hogy ez a normális. És jött a vírus, ami mindezt átírta, és letépte rólunk az embertelenség állarcát. És mi hogyan reagáltunk erre? Istenem, félek, nem akarom ezt, bár csak minden olyan lehetne, mint régen. Miért kaptuk ezt a csapást? Miért kell úgy élnünk, mintha háború lenne, mintha a végítélet jött volna el? És hogy reagált-e közben a természet? Lecsendesült, megtisztult, újjáélett. Ismét otthonos és lakható lett az ember nélkül. És miért? Mert elfelejtettünk egymással, önmagunkkal és a természettel emberi módon bánni. Tiszteld és becsüld, aki legbelül vagy, és azokat is, akikkel közösségben, szeretetben élsz. És figyelj a környezetedre, mert ez a természetes környezet jelenti számodra egyedül az életet. Mert ha a természet egyszer megunja, hogy csak magaddal foglalkozol, és közben elpusztítasz mindent, ami emberi és természetes magadban és magad körül, akkor egyszer csak véged lesz. És a világnak nem lesz többé szüksége se rád, se ránk, se egyik emberre sem. A természet egy tolvonással ki fog minket húzni, ha ismét rosszul vizsgázunk. A vírus figyelmeztetés volt, méghozzá a legutolsó. Döntsd el, hogy akarsz ebből tanulni, vagy elsüllyedsz, és elsüllyedünk mindannyian Noé bárkáján. Én ebben az időszakban sokszor féltem, sőt, őszintén szóval néha félek most is, de rájöttem, hogy nekem mit adott ez a vírus, ez a járvány. Hitet és valódi erőt, a legmélyebb emberi értékek tiszteletét, lelki felemelkedést, az önzés helyett emberarcot, és a legfontosabbat, az én helyett a mi erejét. Én ezt tanultam ebből a mostani helyzetből. Mélyedjél most te is magadban, és tedd fel a kérdést. Engem mire tanított ez a járvány?